Kovács Pálné Tóth Erzsébet 1931. február 24-én született Gárdoson. 90. születésnapján köszöntötte a város vezetése. Kovács Pálné Tóth Erzsébet 1931. február 24-én született Gádoroson. 90. születésnapján lánya Éva és férje Kálmán, fia Pál és menye Krisztina mellett Szepesi Tibor polgármester, dr. Pintér Zoltán Árpád, a körzet képviselője és dr. Zsembeliné Kovács Mária, a polgármesteri hivatal munkatársa köszöntötte. Magam képviselőtestület, és én azt gondolom, hogy a város egész lakossága nevében nagyon jó egészséget kívánjuk még hosszú éveket közöttünk, ilyen frissen, szellemi frissességgel, jó egészséggel, hiszen nagyon nagy szükségünk van Erzsébetnek a humorára, a jókedvére, a közösségi együttműködésére. Én bízom abban, hogy még nagyon sokáig úgy, ahogy eddig is együtt tudunk majd karcagért sok mindent tenni. Nagyon jó egészséget kívánok, és nagyon boldog születésnapot. Nagyon szépen köszönöm. Kovács Pálné Erzsike néni elemi iskolába Gádoroson, polgáriba Szentesen járt. Csodálatos énekhangja van még ma is. Köszöntőit vidám nótázással fogadta. Míg fél évszázaddal ezelőtt Karcagra érkezett, addig férje több malomban dolgozott, Tatától Vérteszülősen át Pécsig. Békés megyei vagyok. Gádoros. Ott születtem 1931. február 24-én. Aztán, mikor férhez mentem, akkor az élet megzavart, mert az ország különböző helyzeteibe, vagy helyébe laktunk. Sorba mentünk úgy, ahogy a férjemnek a munkája megkövetelte. Malomba dolgozott, malomipari munkás volt, és oda mentünk egymás után, és utána kerültünk Karcagra, mert így sajnos nem tudtunk csak egyszer hazamenni Gádorosra, mert nagyon messzi volt, akkor is fölpakolva vittük a gyerekeket, már mikor születtek a gyerekek, és hát nagyon-nagyon nehéz volt, és így kerültünk Karcagra. Karcagon a hántoló malomnál kaptunk hát helyet, lakást, és ott nagy jól éreztük magunkat, mert tiszteltek, becsültek, és úgy érzem, hogy szerettük egymást, nem csak mi őket, hanem az ott dolgozókat is, és velük együtt a gyerekeimet is, és ott nagyon jól éreztük magunkat. Pali bácsit 1956 után helyezték Karcagra, az Őrlő malomban lett igazgató. A hántoló malomban kaptak szolgálati lakást. Erzsike néni a május 1 TS-ben lett könyvelő. Mindig is közösségi ember volt, így nem csoda, hogy 19 évig folyamatosan tagja, később vezetője lett az iskolai szülői munkaközösségnek, de munkahelyén is rengeteg társadalmi munkát végzett. Abban az időben még voltak bankettek, társadalmi megmozdulások, ahol ő volt a hangulat felelős. Nagyon szeretem, hogyha az embereket csak egy picit is fel tudom rázni úgy, hogy jól érezzék magukat, nem pedig az, hogy na, itt vagyok már megint, az még csak nem is törődnek velem. Mert azért azt tudomásul kell venni, hogy nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy egymás társaságában sokan legyünk, védjük egymást, segítsük egymást, és ami a legfontosabb, én mindig azt mondom, szeressük egymást. Mert higgy el mindenki, hogy bármi történik, bárhogy van, valamiért, ha az ember érzi azt, hogy mellette vagy mögötte van valaki, aki segít, na jó van, igazad van, jó van, na gyere, beszélgessünk, vagy tudok segíteni, vagy hozzak a bódba, szaladok a bódba, hozzak, bemenjek, hozzak valamit. Ezek kis dolgok. És annak, aki korábban már fiatalabb, az el se tudja képzelni, hogy ez mennyi segítséget jelent. Énekével, jókedvével, munkabírásával mindig előjárt. Munkatársaival figyelmes, az emberek gondjaira érzékenyen reagáló ember volt, ma is az. 1973-ban épült meg a Petőfi utcai házuk, ahol jelenleg is él. Utána rájöttünk, hogy hát azért nagyon jó, de azért csak próbáljuk meg, hogy építsünk egy házat, magunknak vegyünk, és
már helyet, és akkor építsük a házat. Hát igen, így kerültünk a Petőfi utcára, és így is vagyunk most már itt több tíz éve, és itt érezzem nagyon jó magam, éreztem főleg akkor még, mikor a férjem meghalt. Itt vagyok otthon. Most már sajnos, hogy megfiatalodtam. Egyre ritkábban megyek haza Békés megyébe, mert messzi van. De még a családom minden tagja ott él, még mindig Gádorosan Békés megyébe. Lánya Éva pedagógusként végzett, fia Pál Moszkvába került a gimnázium után. Nagyon nehéz volt neki ez a 6 év, mert akkor még csak levelezni lehetett, nem tudtak találkozni. Erzsike néni nagyon büszke gyermekeire, akik szép karriert futottak be a maguk szakterületén. Nyugdíjba vonulása után sem maradt otthon. Férjével elvégezték a tanfolyamot, és idegenvezetőként kísérték a csoportokat az ország különböző vidékeire. Éveken át volt a Karcagi Áfész nőbizottságának vezetője, ahol számtalan programot szervezett. Férje halála után az idősek napközi otthonában talált társaságot magának. Itt is minden programban aktívan részt vett, műsorokban jelmezbálakon, vetélkedőkön kamatoztatja képességeit. Nagyon várja már, hogy egy év után újra mehessen szépkorú társaihoz a klubba, hiszen a járványhelyzet óta itthon van, az ebédet pedig házhoz hozzák neki. Lányáik egy utcával laknak arrébb, így velük naponta találkozik. A lányomék, azok egy utcával arrébb laknak, és az nekem csodálatos, hogy bármikor szükségem van rájuk, mindenféle szempontból, nem csak azért, hogy gyere át, segítsd behozni a fát, de például azt is, mindenben segítenek nekem, megkérdezik, hogy mama, nem kell valamit hozni a boltból, mama, nem kell ezt csinálni, vagy azt csinálni, és az nekem nagyon-nagyon jól esik, mert akkor nem kell azon gondolkoznom, hogy idegent beengedjek a lakásba, és még ráadásul nem is úgy csinálja azt, amit kellene. Fiával kevesebbet, de az akkor mindig nagyon intenzív együttlét. Nagyon büszke 3 unokájára, Évára, Krisztinára és Katára. Ha kellett, mindig ugrottak férjével, ha valamelyikre vigyázni kellett, akár Pakson, akár Karcagon. Mindig örül, ha meglátogatja Dénes, a 2 éves Díd unokája is. A fényképekből albumot vezet. És mi a hosszú élet titka? Erzsike néni szerint egyszerű a recept, a szeretet, a tisztesség, a másokkal, legyen az a család, a szomszéd, vagy egy jó ismerőssel való törődés, odafigyelés. Olyan jó eső érzés, hogy akkor mindig azt érzem, hogy valakihez tartozom, illetve más is tartozik én hozzám, és gondolunk egymásra. És ez így nagyon-nagyon jó, nem az, hogy másodmagammal vagyok, hanem az, hogy az egész városban bármerre megyek, csóklom Erzsike néni, szia Kovácsné, hogy vagy? És ez fordítva is ugyanígy van, nem csak az, hogy én szólok másnak, hanem más is szól nekem, és ez nagyon jól esik. Mert nagyon kell az, hogy egymást tiszteljük, ez a legfontosabb. Nem az, hogy találkoztam X-szelőszt, ezt meg ezt csinál, hanem az, hogy tiszteljük, szeressük egymást, és ha kell, segítsük. Az olvasás és a kertészkedés ma is kikapcsolja. Vallja, nem szabad leállni, mindig kell valamit csinálni. Bár, mint mondtam, neki is van oka sírásra, de viccelődésre, nótázásra, nevetésre is kell időt szakítani, mert azt tartja fiatalon az embert.